Magyarországon vagyunk, ez egy 4 napos rendezvény. Magyarországon először az idén került megrendezésre, a Microsoft kezdeményezte a rendezvényt. Különböző partnereinket hívtuk meg, mint az LG-t, HP-t, és sorolhatnám még a különböző gyártókat. Az a cél, hogy a jövő újdonságait, illetve a jelen digitális technológiáját bemutassuk a kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, idősebbeknek. A harmadik napon vagyunk, szombat-vasárnap inkább a családokhoz szóltunk. Gyerekekkel látogattak meg minket, a gyerekeket próbáltuk a biztonságosabb internetstandnál lefoglalni. A szülők viszont ismerkedtettek már a háromdimenziós televízióval és a legújabb modern technikával, Windows 7 vonnal például. Ma pedig az EDU az oktatási a főszerep. Több mint 1000 gyerek regisztrált a mai napra a különböző osztályokkal, feladatokat kell megoldaniuk, pontozó füzetükkel gyűjtik a pontokat, és mindenki ajándékkal térhet haza. Mind a három alkalmazás a Microsoft Research-nek a produktuma, amely valamilyen innovatív technológiát vagy módszert használ egészen új dolgoknak a létrehozására. A fotoszint az arról szól, hogy sima, hétköznapi digitális képekből tudunk olyan panoráma képet szerkeszteni, amely a különböző digitális képeknek a illeszkedési pontjait keresi, és abból létrehoz egy ilyen 3D-s világot. Például a Hősök terének a felvételeit, ahol gyakorlatilag egy ember egy fényképezőgéppel kiáll, szépen körbefotózta a Hősök terét, onnantól kezdve a felhasználó a úgynevezett szintetizálás után a egerével mozgatva körbe tudja nézni a szobrokat, körbe tud nézni a téren, fel tud nézni, rá tud zoomolni, egészen messziről indulva, egészen apró részletekig rá tud zoomolni a szobrokon lévő szövegekre. Alkalmazás, ami arról szól, hogy ha van a füledben egy dallam, akkor te azt egy mikrofon segítségével fel tudod énekelni ennek a szoftvernek. A szoftver megtalálja azt, hogy milyen akkordokat, milyen hangokat kell alátenni, ezt ő aláteszi, és te meg tudod határozni az egész általad kreált számnak stílusát, úgy mint jazz, alternatív, rock, stb. Te meg tudod határozni azt, hogy milyen sebességű legyen maga a szám. Ez egy ilyen nagyon aranyos kis alkalmazás. A World Wide Telescope pedig arról szól, hogy az általunk ismert és lefotózott csillagrendszereket tudjuk szintén egy ilyen zoomolásos technológiával egészen nagy perspektívából egészen kicsi részletekig megtekinteni. Azt szerettük volna elérni, hogy egy meglevő háromdimenziós térképet, ami a Microsoft-i a Bing Virtual Earth térkép, ezt szerettük volna elérni, hogy kinek te lehessen irányítani. És kitalálni azt, hogy kinek te mégis milyen gesztusokkal, hogyan lehet ezt kényelmesen irányítani, és úgy, hogy a végén egy olyan élményt tudjunk adni a felhasználónak, és szerintem a világon egyedülálló. Viszonylag ritkán szoktunk New York felett helikopter nélkül repülni, vagy akár azzal is, és itt erre megvan a lehetőség. Az ember úgy érezheti magát, mint Superman, és az egész világot körbe lehet nézni, 3D-s épületekkel vagy anélkül. Én emlékszem a földrajzórákra, életlenesen utaltam a földrajzot, megmondom őszintén, mert száraz tananyag. Én azt hiszem, hogyha egy ilyen alkalmazás mellett lehetett volna megmutatni, ilyen technológia mellett tanították volna a földrajzot, vagy így kellett volna felelni és megkeresni a vak térképen a különböző helyeket, akkor ez azért sokkal izgalmasabb dolog lett volna. Hogyha elvonatkoztatunk a térképtől és magát a kinektet nézzük, akkor pedig megint csak számtalan egyéb lehetőség lesz.
speciális alkalmazásokat kell persze az adott területekre írni, de akár a kicsit mozgásokban korlátozottaknak a rehabilitációjánál vannak kísérletek, hogy hasznos. Vannak kísérletek, hogy ha a testünk is mozog, nem csak az agyunk dolgozik, akkor könnyebben rögzülnek információk, ezt ki lehet használni akár nyelvtanulásban, akár egyéb tanulásban, és mindenképpen egy ilyen élvezetesebb kezelési módja a számítógépnek, és hát a gyerek sem egész nap a kanapén ül, hanem fel lesz valami. És hát ez a sarok itt a platform sarok, fejlesztők számára találtuk ki, és mi ugye az alaptechnológiákról beszélek, az építőkockákról, Total Framework, Silverlight, HTML5, Internet Explorer 9, Visual Studio, és egy csomó prototípust állítottuk ki egyebek mellett. Ugye most bejelentette a cég a webszépsége.hu websájtot, ahol hát a leginnovatívabb HTML5 alkalmazásokat állítjuk ki. Kettő ilyen fönt van már a szájton, az egyik a Mese TV-nek, ugye az egyszer volt a soknak egy videóprototípusa, a másik pedig szerintem az egyik világméretekben is az egyik legösszetettebb HTML5 alkalmazás, ami az Alexandra könyváruházás által közzétett 105 szabadon olvasható könyvet prezentálja ki egy akár HD monitoron, nagyon nagy felbontásban is jól látható és jól olvasható e-book olvasó formájában. Szerintem ez az egyik legérdekesebb innováció. És az egész ugye a Műszaki Egyetemen fejlődött ki, együttműködve az Alexandrával, és mi voltunk azok ezt az egészen szakmailag támogatni. Szeretnénk ugyanígy megrendezni az innovációs napokat, csak akkor már 2012.